Akusztik, mi? Köszönjük szépen! Körbevettem magamat a konyhás fiúkkal. Badics Márk, Szepesi Mátyás és Haller Dániel, sziasztok! Hello! Hát elég kevés zenekar mondhatja magáról, hogy már kétszer is szerepelt az akusztikban, ugye ti korábban még a rádiós verzióban is, most meg ugye itt a tévésben. Mi volt a különbség a kettő között? Hát a legnagyobb különbség talán az, hogy totálisan más karrierfázisban van a zenekar, mint akkor volt. Ez még az első lemezünk után volt. Volt körülbelül, nem tudom, 10-15 dal. Szerintem kb. Minden dalunkat eljátszottuk, ami akkor volt, plusz a feldolgozásokat. És azt hiszem, hogy kb. Minden a rokont, ismerőst meghívtunk, hogy legyen tele a stúdió. Hát most meg így a... Tolongtak. Igen. Mondjuk 20 ember, ki. Igen. Nem, azért szerintem megvolt a 40-re rakott szék végül, de hogy most meg nyilván... És mit rontod az imidzset? Totál más. És az egykori imidzset. Most én csak azt akarom akkor még kiemelni, akkor, hogy most sokkal több a dalotok, tehát nyilván meg kellett válogatni, hogy miket játszotok el, esetleg még ez lehetett nagy különbség. Ez biztos, igen. Meg hát sokat változott a felállás is, tehát ugye az alap trió az maradt, de hogy a harmadik lemezünk óta a nagy bulikra, ahova tudunk, viszünk fúvósokat, úgyhogy ők is voltak, illetve kiegészítünk még a Szebényi Dani barátunkkal, aki billentyűzött és vokálozott. Hát mindent elmondtál. Fiúk, ti hogy éreztétek magatokat? Dani? Én nagyon jól éreztem magam. Még azt mondanám, hogy mi a különbség. Matyi más gitáron játszott azon az akusztikon, te ugyanazon a dobon játszottál, meg én is ugyanazon a basszus gitáron, szóval ez egy nagy különbség, ugye? Plusz hát az más, azért a magyar rádió azért az mégiscsak egy szentély. Persze az A38 is hát az. Azért az is egy másik szentély. De hogy teljesen más jellegű. Tehát azokhoz a fajta akusztik bulikhoz, amik azok voltak, az a 8-as stúdió, az hát az tökéletes volt, hogy is mondjam. Tehát ott az akusztika, meg Sanyi bácsi, meg... Igen, ez meg már, ez totál, ez inkább azért olyan volt, mint igen, egy koncert. Igen, az A38 azért, szóval már teljesen más a hangulata. Bár nagyon szeretem, tényleg az egyik kedvenc helyem. De hogyha már így egyébként hasonlítgatunk, akkor most nem a korábbi akusztik felvételetekkel, hanem mondjuk a nagy koncertjeitekkel, mert ti azért mindenféle fesztiválon megfordultok. Ahhoz képest is ez más volt, mondjuk Márk, nem volt furcsa, hogy ült a közönség? De az kicsit furcsa volt meg. Igen, nagyon kevés ülős bulink volt egyébként életünkben. Nem jellemző, de... Azért odaraktuk magunkat így is, tehát hogy nem, az energiaszint az nem volt alacsony ennek ellenére. Én egyébként utána döbbentem rá, én teljesen más dolgokra koncentráltam, mint szoktam egy rendes koncert előtt, és amikor lenyomtuk a 16 számot, utána voltam így, hogy hol van az energiám, hova tűnt, és akkor jöttem rá, hogy igazából lenyomtunk egy rendes koncertet itt is. Igen, én ezt mindig meg szoktam kérdezni a zenekaroktól, csak azért, mert én azt képzelem, hogy az előadóknak az energiának, mondjuk a nem tudom, 25%-át az adja, hogy csápol és ugrál a közönség, és ti abból azért nyilván tudtok töltekezni. Vagy így ülve is ezt tudják tenni? Ez is egy nagyon fontos része nálunk, azért az a szerencsés helyzet van, hogy mi egymástól kapunk rengeteg energiát. Én legalábbis a mellettem ülő uraktól és a mögöttem fújó uraktól is. Rengeteg energiát szoktam kapni. Jaj, de kedves. Ugye kell játszani mindig egy feldolgozást. Ti egy 30Y számot dolgoztatok fel. Miért pont a 30Y-ra esett a választásotok? Ki szeretne válaszolni? Te. Nagyon-nagyon-nagyon régi barátságban vagyunk a Begzolival, nekünk én is külön, de hogy tavaly például volt Erdélyben egy bulink, és a Zoléknak nem sok előtte rabolták ki a turnébuszát, és akkor volt az, hogy Dani is hozott mindenféle gitárokat a bulira, és az egyiket odaadta a Zolinak, amin azóta is játszik. Ez egy ilyen szép kapocs a két zenekar között egyrészt, másrészt meg hát nagyon sokat gondolkoztunk, hogy mondjuk az elmúlt 5 év terméséből mit játszunk, mert azt hiszem, hogy ez is egy ilyen felkérés része volt, hogy ez egy kortárs dal kell legyen, nem egy régi-régi dal. És igazából mi azért egy elég különutas zenekar vagyunk. Tehát így nyilván mindenki pakol minket valahova, de így azt gondolom, hogy az Y-nak valahol a szellemiséget rokon a milyen kell. Tehát ők is egy szövegcentrikus zenekar, ők is viszonylag minimálból közelítik meg a hangszerelést. Tehát valahogy így szép lassan így kialakult, és adta magát végül, hogy legyen ez. Gyorsan elhaladtunk amellett, hogy jó sokan voltatok a színpadon, mert szoktatok fúvósokat vinni a koncertjeitekre, de most valahogy így elég sokan lettetek. Milyen érzés volt? Na de vajon ki fog válaszolni? Én nem tudom, nekem egyébként ez nem volt furcsa, tehát ez egy ilyen folyamat volt. Meg volt tavaly egy Mipás koncertünk, ahol szerintem még többen is voltunk ennél.
Igen, ott volt még gitár is. És ott két dobos volt. Ja, ráadásul két dobos. Két dobos volt. Hát, tehát, meg most ugye még a Szebégyi Danival egészültetek ki, aki mint billentyűs igen. volt a zenekar mellett. Mondjuk ő az akusztiknak tulajdonképpen az abszolút sztárja, mert hogy őt elég sok zenekar kéri fel. Gyakorlatilag köré épül fel a zenekar. Én néztem a videókat, és először meglepődtem, amikor felhívtam, hogy ő még nem tud erről a buliról. Tehát azt hittem, hogy már tud róla, hogy lesz egy buli az akusztikba. Ha mindegyiken van. Igen, viszont volt még egy vendégfellépőtök is, MC Kemon. Igen. Ő nekünk is egy meglepetés volt. Mert hogy ti se tudtátok, hogy fel fog jönni a színpadra, ezt azért nem hiszem. De igen, egyébként tudtuk. De az volt a vicces, hogy én ugye ilyenkor a színpad mögött van az öltözőnk, és ugye onnan mentünk fel együtt, és én felkonferáltam, és így nézek hátra, hogy jön a Kemon, és aztán bejön előről. Tehát, hogy ilyen szempontból egy meglepetés volt, de viccet félretéve őt eléggé a végefázisban találtuk ki, tehát, hogy így nagyon nehéz tehát, hogy sokat gondolkoztunk ezen, és voltak már így kísérletek vendégekre, de hogy a meglévő dalok azok nem annyira olyanok, amit így könnyen át tudunk adni. Viszont az ő világát, meg a Szerelem című dalunkban nagyon jól be tudtuk rakni úgy, hogy végül is nem konyhaszöveget énekelt, hanem hozott saját szövegeket, és azt adta elő. Fiúk, kicsit szeretnénk titeket is így kérdezgetni az a kapcsolatban például, hogy mivel ez akusztik, hogy ti mennyire szeretek egyébként akusztikusan játszani, tehát rendszeresítenétek ezt a típusú koncertezést esetleg? Én nagyon szeretek akusztikusan játszani igazából. Már amennyire ez akusztikus volt ugye ez a buli, de én nagyon szeretek amúgy. Én is rettenetesen szeretek, és igazából azt szeretem a legjobban, amikor így nagyon közel van a közönség, és nagyon kicsi térben lehet így együtt lenni. Tehát hogy nem csak az, hogy tehát hogy így a zene az így be... Hogy mondjam körülül ezt szépen? Körülül el mindenkit, és ilyen igen, bensőséges igen, a köszönöm szépen. Na, hát én szeretek a legkevésbé egyébként akusztikusan játszani, azt hiszem, de hogy ez egyébként ez a felkérés egy nagyon jó apropó volt arra, hogy egy csomó dolgot kipróbáljunk, amit előtte nem. Tehát, hogy főleg azért, mert hogy a Danit meghívtuk billentyűzni. Vicces volt egyébként, mert egy egész Dani oldal volt mellettem, tehát kinéztem oda, és ott állt egymás mellett a Haller Dani meg a Szebenyi Dani, és így mindig adott, hogy Dani, és így ketten azonnal így. De hogy félretéve a tréfát már megint, hogy én nagyon szeretem a zongorának a hangját, és nálunk ugye alapból nincs zongora, Mark is tud valamennyire zongorázni, meg a Daninak is van egy nagyon jó zongorás hangszerelése, a százszor visszajátszottnak, ami a lemezen van zongorás verzió, ezt a Dani találta ki, hogy ezt én már valahol nagyon régóta vártam, vagy szerettem, hogy legyen egy ilyen koncert. Nekem az akusztikus gitár nem egy akkora flash, de az akusztikus zongora viszont annál inkább. Mert ezt szoktunk egyébként hangszert cserélgetni koncerteken, elég sokszor volt már ilyen-olyan hangszereken játszottunk, vagy akusztikus bulikon is már volt olyan, hogy te mi, egy rocon játszottál, vagy mint? Burlicerem. Az elektromos bocsánat, zongorának nézőkedvéért. Én pedig doboltam, vagy hát dobolni próbáltam. De ugye onnantól, hogy valamelyikünk más hangszeren játszik, akkor ugye a saját hangszer az megüresedik, tehát hogy ezt mindig ki kell találni, hogy akkor azt az űrt hogyan pótoljuk, és akkor most úgy, hogy a Danit meghívtuk. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Pillanatokon belül láthatja a közönség is a Konyha akusztikus koncertjét. Én már a búcsúzom, viszont ti még maradjatok, mert Imre elmondja, hogy mivel várunk benneteket holnap este. Sziasztok! És sziasztok!